Megtartotta soros ülését Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete, amelyen köszöntésekre is sor került. A testületi ülés elején Szepesi Tibor polgármester a karcagvárosi önkormányzat nevében köszöntötte Kovács Krisztián tűzoltó századost, a karcagi hivatásos tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnokát, akit az országos katasztrófavédelmi főigazgató nemzeti ünnepünk alkalmából október 23-án kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívüli előléptetésben részesített. Ezt követően Karcagváros és az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte Gyurcsek János alpolgármestert, és megköszönte neki az elmúlt időszakban végzett munkáját. A köszöntéseket követően a polgármester felhívta a figyelmet a koronavírus járvány második hullámára, a piac teljes területén elrendelt maszkviselésre és a szabályok betartására. Napirend előtt Andrássy András képviselő felszólalásában kérdést intézett Szepesi Tibor polgármesterhez néhány a közterületen lévő és kivágásra váró fa ügyében, amely a képviselő meglátása szerint okafogyott. Szepesi Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy az említett fák élettartama kihordási ideje lejárt, azok kivágása az erdészekkel történt egyeztetés alapján indokoltá vált, és azok pótlására is hamarosan sor kerül. Ezzel is javítva a város zöld növényzet által kibocsátott oxigén ellátását. Andrássy András a TRV munkájáról is beszélt a szennyvízhálózat kérdésében, valamint a számlalevelek postázásának rendszertelenségét illetően. A polgármester válaszában elmondta, hogy az elmúlt időszakban került sor az érintett cég vezetőjével az említett témákban történő egyeztetésre. A képviselő ugyancsak említést tett a közutak állapotáról, kiemelte a Széchenyi sugárút, a Dózsa-György út, a Szent István sugárút, a Vasút utca adott részének állapotát. Felelevenítette, hogy a városgondnokság ugyan tett lépéseket az érintett szakaszok javítását illetően, viszont annak folyamatosságát szeretné kérni a továbbiakban is. Szepesi Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy az egyeztetések zajlanak az érintett szakaszok ügyében. A képviselő végezetül a vasúti forgalom zavaró zajának orvoslását kérte az érintett lakók nevében, akik a vasútállomás közelében laknak. A polgármester válaszában elmondta, hogy a magyar államvasutakkal történő kapcsolatfelvételt követően jelzik majd az adott problémát, és bíznak az együttműködésben, amely egy korábbi eset kapcsán is megtörtént már. A képviselőtestület három tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot a Karcagvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására. Karcagi Nagy Zoltán, a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a javaslat a központi költségvetésből lebontott támogatásokat az egyes feladatokhoz az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök előirányzatosítását, előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket, a költségvetési szervek irányító szervi támogatásának változását tartalmazza. A napirendi pontban a képviselő a bevételi oldalban kiemelte a barnamezős terület fejlesztés Karcagon elnevezésű pályázatot, az idősek otthona konyhájának, valamint a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését is. A testület egyhangulag fogadta el a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Szepesi Tibor polgármester elmondta, hogy ezzel a lehetőséggel két helyi lakos élt. Ugyancsak egyhangulag fogadták el a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. A képviselők ebben a napirendi pontban két bizottság megalakulásáról döntöttek. Ezt követően a testület elfogadta a Városi Önkormányzat Városgondnoksága igazgatói állásának betöltésére szóló pályázat meghirdetésére tett javaslatot. A testület támogatta Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatójának megbízatására tett javaslatot. Ahogyan a polgármester elmondta, az időközi választás miatt több korábbi tisztségéről mondott le, amelynek új pozíciója miatt összeférhetetlenekké váltak a személyével. Az egyik a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatói pozíciója, amelyet az elkövetkezendő időszakban 2024. december 31-ig Sótiné Szatmári Dóra fog megbízott igazgatóként betölteni. Egyhangulag fogadta el a képviselőtestület a Karcagvárosi Önkormányzat Fenntartható Fejlődés Bizottsága megszüntetéséről szóló határozatot. Ezzel a bizottság korábban megfogalmazott feladatait két másik bizottság jogkörébe utalta. Elfogadták a Karcagvárosi Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló határozatot.
Megszavazták a Karcagvárosi Önkormányzat Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottsága elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló módosítást. Ugyancsak egyhangulag fogadták el a Karcagvárosi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága elnökének tagjainak megválasztásáról szóló határozat módosítását. A testület egyhangulag fogadta el a Karcagvárosi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága elnökének tagjainak megválasztásáról szóló határozat módosítására tett javaslatot. Ugyancsak egyhangulag fogadták el a képviselők a Karcagvárosi Önkormányzat Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága elnökének tagjainak megválasztására tett javaslatot. Arról is döntött a testület, hogy a korábbiakhoz hasonlóan támogatja a Medicopter alapítványt. Ahogy a polgármester elmondta, évek óta támogatják az alapítványt, és felhívta a figyelmet arra, hogy aki teheti, magánszemélyként is támogassa az alapítvány munkáját. Elfogadták a karcagi általános iskolák felvételi körzeteire a karcagi tankerületi központ részére tett javaslatot. Ahogy a polgármester elmondta, a javaslat arról szól, hogy a tavaly meghozott felvételi körzetek felosztását most is helyben hagyják. Elfogadták a képviselők a karcagi Cserhát Kft. Haszonbérleti szerződésének 2025. december 31-ig történő megkötését. Ezt követően arról is döntöttek, hogy 4 hónappal meghosszabbítják a Hubay és Társa Kft. Földhaszonbérleti szerződéséről szóló korábbi határozatot. Ezzel együtt egybehangzóan megszavazták a Hubay és Társai Kft. Haszonbérszerződésről szóló 265/2015 számú határozat módosítását. A képviselők elfogadták a földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással tett javaslatot. A határozat célja, hogy az önkormányzati intézmények a szabad piacon juthassanak kedvező áron földgázhoz. Elfogadták a Karcag 2020 az M4 új nyomvonal kijelölésével kapcsolatos önkormányzati állásfoglalásra tett javaslatot. Egyhangulag került elfogadásra a karcagi többcélú kistérségi társulat működtetésére vonatkozó megállapodás módosítására tett javaslat. Erre Dobos László polgármester halála miatt került sor. Név szerinti szavazással döntöttek a karcag 154/2 helyrajzi számú ingatlannak a magyar állam részére történő értékesítésre tett javaslatot. A napirendi pont a városközpont bizonyos részeinek a majdani megújulását teszi lehetővé. Pót napirendi pontként került felvételre az illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozó pályázat benyújtására tett javaslat, amelyet a testület egyhangulag támogatott. Ez a javaslat teljes összegű, visszanemtérítendő támogatást jelent a település számára. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a javaslat célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon megszüntetni az illegális hulladéklerakó helyeket. Ezzel kapcsolatosan a képviselő megkérdezte, hogy a tervezet csakis a nevezett ingatlanokra vonatkozik-e, amelyet Szepesi Tibor polgármester megerősített. A képviselő kifejtette abbéli reményét is, hogy remélhetőleg nem csak önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fog majd a jövőben vonatkozni ez a pályázat. A polgármester válaszában elmondta, törekednek ennek megoldására is, viszont ez a lakosság szemléletváltásán is múlik. A kormány támogatja ezt, és a jövőben az önkormányzat minden olyan lehetőséget megragad majd, amely elősegíti az illegális szemétlerakók megszüntetését és a város tisztántartását. A további napirendi pontok megtárgyalása zárt körben zajlott.